A Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma július 5-e, Emese és Sarolta névnapja van. 1109 éve a Pozsony melletti csatában a magyarok legyőzték a bajor sereget. 972 éve a Győr közelében fekvő Mémfőnél megütköztek III. Henrik német-római császár és Abba Sámuel magyar király hadai. Most azonban lássuk a nap legfontosabb eseményeit, először csak röviden. Július 19-én nyitják meg a szerbiai uniós csatlakozási tárgyalások 23. és 24. fejezetét, jelentette ki Alekszandar Vučić. Mélységi határőrizetet vezettek be a magyar hatóságok. 163 nyertes pályázó írt alá a támogatási szerződéseket a Prosperitati Alapítvánnyal. Megkezdődött az iratkozás a szerbiai középiskolákba. Szúrópróbaszerű jármű ellenőrzések az utakon, ingyenes műszaki vizsga egy hétig. Július 19-én nyitják meg a szerbiai uniós csatlakozási tárgyalások 23. és 24. fejezetét, jelentette ki tegnap este a Párizsban zajló nyugat-balkáni konferencián Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök. Horvátország zöld utat adott a tárgyalásokhoz. A 23-as és a 24-es szakasz a legnagyobbak közé tartozik. Előbbi az igazságügyel és az emberi jogokkal foglalkozik, utóbbi pedig a belügyekkel. A 23-as fejezet a vajdasági magyarság szempontjából különösen fontos, része ugyanis a kisebbségi akcióterv. Ez meghatározza azokat a lépéseket, amelyeket a szerb kormánynak az elkövetkező években meg kell tennie az országban élő kisebbségek vonatkozásában, beleértve új törvények meghozatalát és a meglévők módosítását is. Horvátország ma hivatalosan is zöld utat adott. Eddig azért nem nyílhattak meg a fejezetek Szerbia és az Európai Unió között, mert Horvátország ellenezte azt. Továbbá Nagy-Britannia is blokkolta a 23. és 24. fejezetek megnyitását. Johannes Hahn, uniós bővítési biztos, és Alekszandar Vučić, szerb kormányfő tegnap találkozott Párizsban. Ekkor dőlt el, hogy Szerbia tovább haladhat megkezdett uniós útján. A horvát vezetés eddig azért ellenezte a fejezetek megnyitását, mert szerintük a szerbiai jogrend lehetőséget biztosít a szerbiai bíróságok számára, hogy a volt Jugoszlávia egész területén elkövetett háborús bűnök ügyében ítélkezzenek. Kifogásolták azt is, hogy a horvát kisebbség tagjai nincsenek jelen a szerb parlamentben. A szerb miniszterelnök Párizsban kijelentette, nem változtatnak semmilyen törvényen azért, mert Horvátország kéri. Veoma dobar dan za Srbiju i posle rekao bih godinu dana, gotovo godinu dana iščekivanja za otvaranje poglavlja 23-24. Danas smo dobili zeleno svetlo za otvaranje tih poglavlja u narednih dve nedelje, dakle 19. jula očekujemo konačno otvaranje poglavlja 23-24. Dobili smo čestitke od nemačke kancelarke Angela Merkel za to i ona je zamolila sve da na evropskom putu podrže Srbiju i da jedni druge podržavamo na evropskom putu. Nikola Selaković, szerb igazságügy miniszter szerint most következik a legkeményebb munka. Hozzátette, a fejezetek biztosabb jövőt ígérnek. To nam donosi priliku da učvršćujemo naš ekonomski rast, da razvijamo svoju zemlju, smanjujemo javni dug, deficit i nastavimo ovim putem kojim smo krenuli. Ivica Dačić, szerb külügyminiszter szerint Szerbia mindig készen állt a két ország közötti kapcsolat megoldására, azonban Horvátország nem mutatott erre hajlandóságot. Ovo što je Hrvatska uradila nikakve veze nema sa pregovorima. Nije bio deo ničega što je Srbija trebalo da uradi. To je bio jedan zahtev Hrvatske koji se zasniva na bilateralnim odnosima, što inače nije praksa u europskim pregovorima. A dátumot Angela Merkel német kancellár is megerősítette, és Horvátország is egyetértett. Az Európai Unió mintegy 150 millió eurót biztosít majd a nyugat-balkáni államok infrastruktúrális és energetikai projektjeire, jelentette be Johannes Hahn uniós bővítési biztos. Közölte, ezeknek az országoknak teljes mértékben végre kell hajtaniuk a reformokat annak érdekében, hogy növekedjen a térség versenyképessége. A nyugat-balkánnal kapcsolatos párizsi üzleti csúcson Hahn úgy értékelte, van még mit tenni a közlekedési és energetikai szektor reformjai terén. Szavai szerint a legnagyobb
legnagyobb kihívás a nyugat-balkáni államoknak az EU-ra való felkészítésében a gazdasági modell átalakítása, hogy végül minden államnak kivitelre és beruházásokra alapuló működő piacgazdasága legyen. Leszögezte, a csatlakozási folyamat nem csak az előírások összehangolását jelenti, hanem azt is, hogy nagyobb hangsúly kerül a gazdasági fellendülésre és a versenyképesség növelésére. Szerbia kulcsfontosságú ország a Nyugat-Balkánon hozzájárulhat az európai politika sikerességéhez, ezért nem szabad tovább halogatni az uniós bővítést, ebben minden európai politikus egyetért, mondta Deli Andor, vajdasági származású fideszes európai parlamenti képviselő az EP tegnapi tanácskozásán, amelyen az EU bővítése is téma volt. Deli szerint a folyamat lassítása, illetve a szelektív bővítés olyan meggondolatlan döntés, amely kedvezőtlen jelzést küld a tagjelölt ország. Így Szerbiának is, amely egyébként kulcsfontosságú ország a régióban. A halasztgatás csak feltüzeli az Európa ellenes erőket Szerbiában, és mély csalódást vált ki az európai jövőt támogatókban, akik a legutóbbi felmérések szerint többségben vannak, véli Deli. Október 2-ára írta ki a népszavazást a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítésével kapcsolatban Áder János Magyarország köztársasági elnöke. Orbán Viktor miniszterelnök február 24-én jelentette be, hogy a kormány országos népszavazást kezdeményez a kötelező betelepítési kvótáról. A kérdés úgy szól, akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését. A referendumon azok a határon túli magyarok is részt vehetnek, akik rendelkeznek magyar állampolgársággal. Azokat a migránsokat, akiket a magyar határtól számított 8 kilométeres távolságon belül fognak el Magyarország területén, mostantól azonnal visszaküldik a tranzitzónákba. Ezzel szeretné a magyar kormány megerősíteni a határvédelmet és elérni, hogy kevesebb illegális bevándorló legyen az országban. A migránsok többsége még alszik, azonban a befogadó központ épülete szinte már megtelt, így az udvarban is sátrakat állítottak fel, azonban az illetékesek azt mondják, hogy a továbbra érkező migránsokat is befogadják. Nagy volt a csend és a nyugalom a szabadkai befogadó központban, akkor a reggeli órákban nem sok mozgolódás volt. A felállított sátrak száma és a kapukra kiteregetett ruhaneműk is arról árulkodtak, hogy több mint 200-an lehetnek a központban. Az itt tartózkodó bevándorlók, ahogyan eddig, most is azt mondták, elsődleges úti céljuk Németország. Egyikük azt mondta, több százan tartózkodnak jelenleg a szabadkai központ területén. Maybe here 400 person. You have in for in Syria, in Iraq, in Afghanistan, in Pakistan, in Morocco, in Libya. You have Iran, complete everybody group, big group. In the border in Hungary you have in maybe 200 person in from Syria. Van, aki hat tagú családjával érkezett, szintén Szíriából. A törvény módosítás értelmében, aki illegálisan lép Magyarország területére, és 8 kilométerre a határövezettől fogják el, azt visszatoloncolhatják. Az illetékesek szerint erről már jól informáltak a migránsok. Korábban, ha a migránsok bejutottak Magyarországra, és bizonyíthatóan bűncselekményt követtek el, őrzött, ha nem követtek el bűncselekményt, akkor pedig nyílt befogadó központokba kerültek. Így nyújthatták be menedékkérelmüket. Mostantól viszont, amennyiben nem bizonyítható, hogy bűncselekményt követtek el, szabálysértési eljárás indul, és visszakerülnek a kerítés túloldalára, ahol csak a kijelölt tranzitzónában adhatják be menedékkérelmüket.
Szerbia nem fogja megengedni, hogy Magyarország migránsokat szállítson vissza a határ túloldalára, mondta a ma életbe lépett mélységi határzárral kapcsolatban még korábban Alekszandar Vulin, szerb szociálpolitikai miniszter. A Magyar Országgyűlés még június 13-án módosította a vonatkozó jogszabályt. Ezt követően Vulin azt mondta, egyik ország sem hozhat olyan döntést, amely következményekkel jár egy másik országra nézve. Hozzátette, ha Szerbia hasonló intézkedéseket vezetne be, az dominó effektust indítana el egészen Törökországig. Ma van Bajram, a böjt megtörésének ünnepe az iszlám vallásban. A Ramadán végét jelenti. Az iszlám holdnaptár szerint akkor végződik a Ramadán, amikor a hold teljesen eltűnik. Amikor ez megtörténik, elkezdődik a böjt megtörésének ünnepe, melynek egyik jellegzetessége az ünnepi szentbeszéd. Ezen a napon nagy lakomákat rendeznek. A Bajram az áldozati ünneppel együtt a muszlimok számára olyan jelentőségű, mint a keresztényeknek a húsvét és a karácsony. Akkor kezdődik, amikor már 45 perce felkelt a nap. A bajrami imát reggel Szerbia 14 helyén mutatták be. A központi ima a belgrádi Bajrakli dzsámiban volt. Most először lépett fel női kórus, amely Novi Pazarból érkezett. Az ima előtt tanításokat olvastak fel a Koránból. ...163 nyertes pályázó írt alá a támogatási szerződéseket a Prosperitáti Alapítvánnyal. Az egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások eszközbeszerzésére meghirdetett pályázatra mintegy 550-en jelentkeztek. A kiírás keretösszege 130 millió dinár volt. A tornyosi Huszár család 5 generációta foglalkozik fafeldolgozással. Az ősök örökségét próbálják továbbfejleszteni. A szárítástól a festésig minden munkafolyamatot el tudnak végezni a faanyagokon. A Prosperitáti Alapítvány eszközfejlesztési pályázatának segítségével új gépeket tudnak majd beszerezni. Ezek a gépek, tehát magasabb szinten tudják már azt a munkát elvégezni, amit eddig egy alacsonyabb szinten végeztünk, és remélhetőleg egy picit gyorsabban is. A Magyar Kanizsai Geneza cég 22 éve látja el Szerbia és más jugoszláv államok élelmiszergyárait fűszerekkel, szárított zöldségekkel, adalékanyagokkal, teákkal, illetve csomagolóanyagokkal. Nemrégiben növények szárításába is belefogtak, amivel új munkahelyeket is létrehoznak. Kaszálógépre kértünk segítséget, ezáltal egy 2000 tonnás mennyiséget tudunk a szárítóba bevinni, és egy 6-7 embernek munkáját is tudunk biztosítani, akik a környékből vagy kanizsaiak. A Prosperitáti Alapítvány eszközbeszerzési kiírásán legtöbben technológiai fejlettségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából pályáztak. Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője, a szerződések aláírása előtt felhívta a nyertesek figyelmét, hogy adataikat pontosan adják meg a minél gyorsabb és zöggenőmentesebb kifizetések érdekében. Népszerű volt a kiírás, számomra egy nagyon pozitív tény, hogy ma Szerbiában, Vajdaságban van közel 550 magyar alapítású, magyar tulajdonú, magyar társtulajdonú vállalkozás, akik pályáztak, ebből ugye 163 tudott most ebben az első körben nyerni. Ez azt gondolom, hogy egy fontos üzenet. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete, kiemelte a Prosperitáti Alapítvány munkájának fontosságát. Arra vonatkozóan, hogy egy ekkora gazdaságfejlesztési támogatás hogyan kell egy alapítványon keresztül működtetni, arra én azt gondolom, hogy viszonylag kevés volt az ismeret. Ehhez képest az alapítvány felállt, hónapok óta sikeresen és eredményesen működik, több száz megállapodás került aláírásra. A Prosperitáti Alapítvány által kiírt fejlesztési pályázatok a vajdasági magyar terület és gazdaságfejlesztési stratégiának a részei. A magyar kormány 50 milliárd forint értékben támogatja a programot. Megkezdődött az iratkozás a szerbiai középiskolákba. Erre összesen 66.575 tanuló jogosult, 1732 diák pedig nem lett rangsorolva különböző okok miatt. Vajdaságban 1681 magyar ajkú diák fejezte be az általános iskolát és felvételizett sikeresen. Nagyon nyüzsgés a szabadkai Bósza Milicevic közgazdasági középiskolában. Szülők, gyerekek együtt lépték át ma az iskola kapuját.
Vége az izgalomnak, felszabadultan, közösen töltötték ki a kötelező űrlapokat az iratkozáshoz. A középiskola szakai vajdaság szerte nagy népszerűségnek örvendenek. Farkas Violetta udvarnokról érkezett. Magas pontszámokkal idegenforgalmi szakra jutott be. Őt nem csak a szakirány, a város is ide vonzotta. Mivel magyarú is van, meg nagyon tetszik itt Szabadka, és ide akartam jönni. Kérjél szépen a beiratkozási lapot. Köszönöm szépen. Mindjárt átnézzük, milyen dokumentációt még egyszer, jó? Az iratkozási lap mellett még ötféle dokumentumot kellett átadniuk a leendő középiskolásoknak. Ki kellett tölteni a nevünket, akkor még kellett még papírokat, még a többit is, a bizonyítványokat beadni, meg azt, hogy befejeztem az általános iskolát. Az iskola főfolyósóját a kimagasló tanulók tablója díszíti. Egyszer talán Mihajlovics Olivér képe is közöttük lesz. Szeretnék ezután egyetemre menni, meg vannak barátaim. Zombori Imre, az intézmény igazgatója elmondta, igen magas pontszámokkal érkeztek a diákok. Közgazdász szakon 80, szakács pincér szakirányon 65 pont volt a minimális határ. A pontszám alapján úgy gondolom, hogy a turisztikai technikusra és a szakács szakra van legtöbb jelentkező, habár a többi szakok is itt vannak, tehát nagyon minimálisak a különbségek a minimális pontszámnál, úgyhogy mondhatom, hogy minden szak iránt nagy az érdeklődés. A tanárok elmondása szerint nehéz a hivatás megválasztása az általános iskola befejezésével. Sokat kell ösztönözni a gyerekeket ahhoz, hogy lelkesek maradjanak, és a jó eredményeik se változzanak érettségig. Nagyon sokan el tudják veszíteni a motivációt. Nem is a motivációt veszítik el, hanem inkább rájönnek, hogy talán más szakot szerettek volna beírni, de az esetek 80-85%-ában igen, ez a tendencia meg is maradt. Tehát az erős diákok is továbbra is erősek maradnak, és ugye a gyengébb pontszámmal érkező diákok is fel tudnak ugyanúgy zárkózni. A közgazdasági középiskolában a meghirdetett 240 helyből 3 maradt betöltetlen. Több mint 9000 hely maradt a szerbiai középiskolákban az iratkozás második körére. Az Oktatási Minisztérium adatai alapján a 4 éves szakokon több mint 6000, a 3 éves szakokon pedig 3500 hely maradt szabadon. Várhatóan július 8-án pénteken kerül sor az iratkozás második körére. Szúrópróbaszerű jármű ellenőrzésre számíthatunk az utakon. A rendőrök a gépkocsik műszaki állapotát vizsgálják. A Szerbiai Automotoros Szövetség ezzel egy időben egy hétig ingyen elvégzi a technikai ellenőrzést. Műszaki vizsgára érkezett egy régebbi típusú autó. Az ellenőrzés során tanácsot kap, mit kell megjavítani a gépjárművön. A hosszú hónapok óta tervezgetett nyári szabadságok és nyaralások megkezdése előtt nem árt meggyőződni autónk műszaki állapotáról sem. Egy ilyen hasonló kis kontrollát végighajtsunk az autón, átnézzük, legjobban ugye a fékrendszereket, akkor az ilyen kormányművet, ezeket az alapvető dolgokat, ami azt hiszem, hogy a legfontosabb, ugye a gumikat milyen állapotban vannak, az útirányjelzők, szóval minden, ami ugyanoda tartozik, amit csinálunk a rendes évi műszaki vizsgán is, és csak egy kicsit így mégis átszalanni rajta, hogy az emberek mégis mielőtt bejönnek az autóba, tudják, hogy mibe ütek, és hogy viselkedik majd a gépjárműk az úton. A szabadkai Pobeda Autóklub is részt vesz a közlekedési rendőrség akciójában. A hét folyamán lehet hozzájuk fordulni a gépjárművek műszaki ellenőrzésével kapcsolatban, amelyet ingyen elvégeznek. Pregled koji se overava za tehničku ispravnost vozila, nego je samo to jednostavno jedna besplatna kontrola tehničke ispravnosti, gde se ukazuje stranci na greške koje su nastale na vozilu, da se otklene pre puta za more ili vodišti odmah. A belügyminisztérium a közlekedés biztonságának növelése érdekében egy nagyszabású akciót indított, amely július derekáig tart. Az első része az 11-ig fog tartani, tehát azt jelenti, hogy ilyenkor csak prevenció lesz, tehát valójában nem büntetünk, hanem csak elküldjük az olyan autókat, amiben tehát lássuk, hogy te például műszakilag nem felelnek meg a szabványoknak. Ezek az autók ilyen ingyenes műszaki vizsgálaton vesznek részt, és valójában itt csak annyi, hogy valójában a sofőrök is lebírják ellenőrizni ezt az egészet, tehát nem muszáj oda a közlekedési rendőrség, hanem elmegy egy műszaki vizsgáztatóhoz, és levizsgáztassa az autóját.
A második rész pedig az pedig 11-től 16-ig fog tartani, ami azt jelenti, hogy ilyenkor már prevenciót csinálunk, jobban van repressziót, akkor már büntetés is jár, amikor a műszaki vizsgálaton nem esik át, tehát az autó. Ezen a héten még nem bünteti a rendőrség a műszakilag nem megfelelő állapotban lévő gépjárművek tulajdonosait, csak figyelmezteti őket. Ám a jövő héttől komoly büntetésekre számíthatnak, akiknél nem találnak mindent rendben. A szúrópróbaszerű ellenőrzésen, ha felmerül annak gyanúja, hogy a jármű műszakilag kifogásolható állapotban van, a rendőrök rendkívüli ellenőrzésre küldhetik az autót. Ha bebizonyosodik az alkalmatlanság, akár ki is vonhatják a forgalomból a gépkocsit. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A héten tartja ifjúsági táborát a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége a Kishegyesi Kátai tanyán. Megkezdte a felkészülést a Szabadkai Bácska csapata a következő idényre. Családban és közösségben élni elnevezéssel tartja ifjúsági táborát a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége a Kishegyesi Kátai tanyán. Ezen idén 45 fiatal vesz részt. Az ifjúsági tábor az Anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, valamint a Magyar Nemzeti Tanács társ szervezésében és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával jött létre. Ismerkedéssel, barátkozással és röplabda bajnoksággal kezdődött a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének 7. ifjúsági tábora a Kishegyesi Kátai tanyán. A fiatalok Csongrádból, Felvidékről és Vajdaság 10 településéről érkeztek. Még nem jártam, és nagyon jó az idei program. Ugye most épp röplabdázunk, és nagyon jó. Nagyon jól érzünk magunkat. Valamennyire szeretek játszani a csapattól is, hogy mennyire tudunk összehangolódni, de a csapattól úgy kezdünk egészen jó munkát végezni, én úgy nézem. És különösen várom az expektot, mert szerettem volna elmenni oda, csak nem jött össze egy 8-kal az osztálya, és most így ide is adott egy lehetőségem menni. Most már minden résztvevője megérkezett a tábornak. A tábor témája a család, az önkéntesség, a társadalmi szerepvállalás, a szenvedélyfüggőség, az egészséges életmód, a barátság, a párválasztás és a pályaválasztás. Vannak nagycsoportos foglalkozások, vannak kiscsoportos beszélgetések, illetve műhelymunkák, illetve egyéni foglalkozások is, hiszen néhány gyerekkel egyénileg is szeretnénk elbeszélgetni, főleg olyanokkal, akikről vagy a szülők, vagy az egyesületek jelezték, hogy nem ártana, hogyha külön-külön is foglalkoznánk velük. A műhelymunkákon kívül a résztvevők ellátogatnak a Kishegyesi Vendégházba és Pék Múzeumba, a Szabadkai Expecto Mentál Higiénés Alapítvány központjába, és csobbanhatnak egyet a Topolyai tóban is. 15 képzőművész alkot Bácskosút falván a 9+1 művésztelepen. A résztvevők Vajdaságból, Magyarországról, Felvidékről és Svédországból érkeztek, hogy egy héten át közösen dolgozzanak, barátkozzanak. Az elkészült művekből szombaton nyílik kiállítás. A 38 éves múltra visszatekintő 9+1 nemzetközi művésztelep mesterműhelyében, a Bácskosútfalvi Művelődési Házban kellemes, inspiráló környezetben alkothatnak a képzőművészek. Különböző technikákkal és irányzatokat követve készülnek az alkotások. Egy izgalmas találkozás tulajdonképpen. Szabad véleménycsere és alkotás. Tehát ez jó a művésztelep szellemében, hogy egyfajta nyitottságot, szabadságot meghagy az alkotóknak. A művésztelep idei témája a rés. Rést lehet ütni valakinek a védelmi rendszerén. Rést tátong két ember között, amennyiben a kommunikáció nem tökéletes. Rések mutatkozhatnak az önérzetén, az önbecsülésén, hogyha egy kicsit megtépázza a sors. Szóval nem csak vizuálisan, hanem egyéb vonatkozásban is nagyon sok gondolata támad az embernek. Léphaft Pál karikaturista Kodály Zoltánt idézve fogalmazta meg a művésztelep lényegét. Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát
nem engedhetjük meg magunknak. Ez azt jelenti, hogy bármit teszünk, bármilyen formában alkotunk, vagy a hétköznapjainkat alakítjuk, mindig azt tartsuk szem előtt, hogy maximálisra tegyük a lécet és minőségre törekedjünk. Azt hiszem, hogy valamennyi kolléga, aki itt van, hasonlóképpen cselekszik. A 9+1 művésztelep nyitott az érdeklődők számára. Próbáljuk talán egy kicsit személyesíteni és közelebb hozni az embereknek, hogy személyesen lássák és érezzék és tapasztalják, nem pedig csak számítógépen és televízión keresztül. A 9+1 nemzetközi művésztelep alkalmi tárlata július 9-én, szombaton 18 órakor nyílik meg a Bácskosútfalvi Művelődési Házban. 85. születésnapját ünnepli ma Duránci Béla, neves vajdasági művészettörténész. A Prourbe és dr. Bodrogvári Ferenc díjas művész, író Bácson született. Szabadka kulturális és művészeti életéhez hatalmas mértékben járult hozzá. Ő alapította a Szabadkai Képzőművészeti Találkozó Modern Galériáját, a Városi Múzeum munkatársa és a Szubotiske Novine újságírója is volt. A közelmúltig tevékenyen részt vett Szabadka és vajdaság művészeti életében. Megkezdte a felkészülést a Szabadkai Bácska 1901 csapata 2016-17-es idényre. Vidékünk legpatinásabb labdarúgó klubja a Vajdasági Liga negyedik helyén végzett a múlt idényben, és most is hasonló eredményre számítanak a szakmai stáb vezetői. Elszántan jönnek ki az öltözőből a Bácska 1901 futballistái. A térségünkben legkorábban alapított labdarúgó klub erőssége a különböző generációk egysége. Uvek je lepo videti ovaj posle pauze kada se okupi ovaj staro društvo i uz par novih novajlija kako se zove sigurno da možemo da ponovimo ovaj iste rezultate od prošle sezone. Ukoliko budemo imali malo više sreće, ko zna, možda i par koraka više na tabeli. A Vajdasági Liga negyedik helyén végzett a Szabadkai klub az elmúlt szezonban. A korábbi játékosok legtöbbjére az augusztusban kezdődő bajnokságban is számíthat majd Slobodan Kustudić, a csapat tapasztalt edzője. A klubban a közeljövőben tisztújítás várható, mert az eddigi elnök Nemanja Simović lemondott posztjáról, mivel a Szabadkai Városi Tanács sporttal megbízott tagjának nevezték ki. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Július 19-én nyitják meg a szerbiai uniós csatlakozási tárgyalások 23. és 24. fejezetét, jelentette ki Alekszandar Vučić. Mélységi határőrizetet vezettek be a magyar hatóságok. 163 nyertes pályázó írt alá a támogatási szerződéseket a Prosperitati Alapítvánnyal. Megkezdődött az iratkozás a szerbiai középiskolákba. Szúrópróbaszerű jármű ellenőrzések az utakon, ingyenes műszaki vizsga egy hétig. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!